15 gyerek részvételével médiatábor került megrendezésre az Akácsliget Gyógy és Strandfürdő rendezvényközpontjában. A kétnapos eseményen karcagi és környékbeli fiatalok vettek részt. A médiatábor létrehozását egy karcagi kötődésű fiatal lány kezdeményezte. Én Angliában élek, ott van egy filmgyártó cégem, viszont a családom, édesanyám karcagi, és akkor ezért nagyon erősen kötődünk Karcaghoz, illetve a régióhoz, és ezért is akartam ezt a tábort, már gyakorlatilag egy évvel ezelőtt megálmodtam, de most sikerült ténylegesen megszervezni. Ebben nagy segítségemre volt az unokatestvérem, Morsanyi Bernadett, aki forgatókönyvíró, itt van velünk Balázs András gyártásvezető, Tom French, aki Angliából érkezett ide egy kameratechnikus, illetve Rab Viktor, aki egy helyi pedagógus. És velük együtt csináljuk ezt a tábort. A korosztály elég vegyes a táborban. Főként általános iskolások vesznek részt a foglalkozásokon. 6-tól 14 éves korig hirdették meg a szervezők a tábort. Botka Boglárka Annát a tábor programjáról is kérdeztük. Két nap folyamán előadásokat tartunk nekik, Angliából is becsatlakoznak, Amerikából is becsatlakoznak előadók, és akkor elmondják a gyerekeknek, hogy egyáltalán így miből áll egy film, hogy kell elkészíteni, milyen munkálatok mennek bele, és a mai napon előkészítünk, a holnapi, vagyis a keddi napon pedig le is forgatunk majd egy filmet itt a fürdőben, és ezt pedig le is fogjuk vetíteni majd holnap. A táborban több előadást is hallhattak a gyerekek, ugyancsak online formában, de neves filmproducer vagy a háttérben dolgozó média szakember is megosztotta gondolatait a téma kapcsán. Az előbb Köves Krisztián tartott itt előadást, aki a Halálkeringő című filmet rendezte, ő már 8 éve Amerikában él és ott is alkot. A következő előadónk az Ian Andrews lesz, aki a Ravasz, az agy és két füstölgő puskacsőnek volt a látványtervezője. Itt lesz velünk Anna Lau, aki egy kosztümtervező, például az Outlander és más, inkább brit filmekben, sorozatokból ismerhető a neve, aki így belássa magát a készítők világába. És itt lesz velünk még Jackie Sweeney, aki szintén angol és amerikai produkcióban dolgozik, ő pedig egy haj- és sminkmester. A fiatal hölgy elmondta, a gyerekek nagyon érdeklődnek a téma iránt, és biztosra veszi, hogy nagyon ügyesek lesznek a film elkészítésénél is.